edzés lesz. Meg volt a bemelegítésem. Minimális hengerezést szokott tartalmazni. Általános bemelegítést, átmozgatom az izületeket, rotációkat végzek, vállamat minden síkban kellően átmozgatom. Ezt követi az aktivizáció, törzsgyakorlatokat, plankeket szoktam végezni, oldalsó, előső plank. Utána tartalmaz még a bemelegítésem egy dinamikusabb bemelegítést is, dinamikusabb gyakorlatokat, aztán pedig nyilvánvalóan jöhet az első gyakorlat, az lesz konkrétan a bemelegítés, az első gyakorlat. Abba szoktam két, akár három munkasorozatot is elvégezni, ez most jelen esetben merevkaros letolás lesz, egykezes merevkaros letolás, széles ágy gyakorlatokkal kezdünk. Aztán jöhetnek majd a felső hátas evezések, és a végén hátsóvá. Nézzük! Remek gyakorlat lehet merevkaros letolás első számú gyakorlatnak. Nehezebben érzel rá az evezésekre, vagy a lehúzásokra. Baromi jó vérbőséget teremt egyébként a széles hátba. Nem mellesleg, hogyha lemaradt izomcsoport, akkor is érdemes és hasonló izolációs gyakorlattal indítani az edzést. Utána sokkal jobban fogod érezni, mint az evező mozdulatokat, mind a lehúzásokat a széles hátra. Padot azért szoktam behozni, mert plusz még ad egy kis stabilitást, mert nem is olyan kicsit, nyilvánvalóan minél nagyobb súlyra mész. Annál fontosabb, hogy legyen még egy plusz támaszod, hogy a testedet ne rotálja el, a törzsedet ne rotálja el. Behozom a padot, jó nehéz padot szoktam ide direkt behozni, jól bele tudok feszülni. A medencémet enyhén elforgatom, tehát az azonos oldali kar, azonos oldali láb, és folyamatosan arra figyelek, hogy a felkart szépen préselem lefelé a csípő irányába. Fontos megtalálni széles hátnál az aktív mozgástartományt, nem teljes mozgástartományba dolgozok, nem forgatom ki. Enyhén magam felé nézhet a tenyér, szépen préselem lefelé a csípőbe. Második gyakorlat, felső evezés panaszagépen. Kulcsfontosságú lesz a pozíció felvétele, egyrészt a kar pozíció beállítása. Valakinek kényelmesebb lesz az a semleges fogás. Számomra kényelmesebb, hogyha ezt a minimális szupinációt belerakom a gyakorlatba. Jobban rá tudok érezni, jobban meg tudom nyújtani a széles hátat. A másik, és most leülök. A másik, az maga az ülésbeállítás, legyen meg a lábtámasz és a törzs pozíciója enyhén hátradőlve. Hogy az evezésünkből, a felső evezésből ne az legyen, hogy a csukló közeledik a vállhoz, hanem enyhén hátradőlsz, és magában a felső evezés mozdulat végpozíciójába körülbelül derékszöget zár be a felkar és az alkar. Szépen lefelé tudod préselni a széles hátat. Így, hogy most már kellően ráéreztem a mozdulatra, meg van a kellő vérbőség, ugye a felső, a merevkaros letolás miatt. Nyilván ezt a gyakorlatot is sokkal jobban érzem így már, sokkal hatékonyabban tudom végezni. Mikor van rá szükség, kinek van rá szüksége. Valaki minden gyakorlathoz használ, valaki teljesen ellene van, főgyakorlatokhoz, poweres gyakorlatokhoz sem használja. Én például széles hát gyakorlatoknál kifejezetten szeretem használni, és javaslom is. Egyrésztről tök jó visszacsatolást ad. Bele tudom húzni a széles hátnak, ugye az alsó rész, ez az iliák rész. Az ágyéki pólyáról ered, tök jó bele tudom húzni magába az övbe. Ezáltal nyilvánvalóan azt a felsővező mozdulatot is jobban érzem, vagy akár hogyha egykezes lehúzást csinálok, vagy válszéles lehúzást, kétkarosat. És nem mellesleg, ugye ami a fő funkció lenne, az az, hogy hosszabb távon, hatékonyabban fent tudod tartani a hasűri nyomást. Röviden ennyi. Válszéles lehúzás, következő széles hát gyakorlat, kétkezes gyakorlat. Semleges fogás van ugye végig, ezzel a bicikli kormány szerű fogajtóval. Itt ami első számú
szempont is nagyon fontos, de a kapcsolat fenntartása. Medence fenék, bordakosár, ne legyen az, sokszor látom ezt a hibát, hogy ahogy engedik ki a negatív szakaszt, a bordakosár is ugye folyamatosan emelkedik, és maga így néz ki a gyakorlat, kivitelezés, és nyilvánvalóan érdemben sokkal kevesebb munkát végez a széles hát. Inkább legyen az, hogy picit hátrébb csúszol, nyilván amikor a széles lehúzást végzed, akkor fullra, tehát bebecsúszol. Amikor ilyen széles hát gyakorlatokat végzel, semleges fogású széles hát gyakorlatokat, ahogy már a felkar folyamatosan a bordakosár mellett, törzse mellett helyezkedik el, érdemes egy kicsit hátrébb csúszni, már alapból fölvenni kvázi egy plank pozíciót, és azt végig megtartani. Nyilvánvalóan úgy válaszolunk is, hogy ne legyen belőle semmilyen rángatózás. Kicsit hátra csúszok, megvan a feszesség, ilyenkor megint csak tök jól jön az öv, jól be tudsz feszülni, mert nagyobb a hasűri nyomás, hatékonyabban fent tudod tartani a hasűri nyomást, és ezáltal ugye nagyobb erőt tudsz kifejteni. És végig csak arra kell figyelni, hogy a könyököt préseled le, hogy szépen engeded ki. Evezések következnek, felső hátas evezések, egy trapéz rombusz fókusszal, az első az a hammer gép lesz, hammer low row, alulról történik az evezés, így mondhatjuk, hogy a trapézizmom csoportnak a felső részét tudom vele megdolgoztatni, majd ezt követően jön egy széles fogású térudas evezés, teljes lapocka mozgással. Ezek a melltámasztós evezések igazából a lehető legkevesebb odafigyelést igénylik, ha lehet ezt mondani, ugye ezáltal, hogy van egy melltámaszott, teljesen stabil végig a gyakorlat, megtalálod a megfelelő lábpozíciót, beállított például az ülésmagasságot itt a hammergép esetében, és csak és kizárólag a felkar mozgásra kell törekedni, meg arra, hogy a lapocka teljes protrakció, aztán pedig retrakcióba kerüljön. Ehhez még egy plusz instrukció, így a melltámaszós evezések kapcsán, próbálj arra figyelni, hogy ahogy kiengeded, hogy megtörténik a protrakció a lapockákba, egy picit úgymond domborítod a hátad, minimálisan a felső hátrészt, majd ahogy megtörténik az evezés, egy picit próbálod kiemelni a mellkast. Ezt, hogyha a szabad súllyal végzel, döntött törzsű evezés, csigás evezés szélesen, ruddal, vagy akár a térudas evezés, ezek mindig legyenek meg. Ne vigyen el a súly, ne egóból dolgozz, hanem szépen, precízen történjen meg az evező mozdulat. Vannak gyakorlatok, amiket kifejezetten szeretsz csinálni, szívesen csinálod akár egy edzéscikluson, egy mikrocikluson belül kétszer is, gondolok itt, hogy egy hetes ciklus vagy 10 napos ciklus, nyugodtan alkalmazd kétszer, csináld ugyanazokat a gyakorlatokat, például evezésből van egy olyan gép, amit nagyon szeretsz csinálni, ne legyen az, hogy a rotáció másik edzése mindenféleképpen leszednéd se, nyugodtan végezd ugyanazt a gyakorlatot, esetlegesen egy nagyon picit másabb beállítással, esetleg másabb tempóba, ami a legfontosabb, hogy másabb ismétléstartományba. Így egy edzésterben belül, vagy ha kétszer edzel egy izomcsoportot, nyugodtan szerepelhetnek benne akár ugyanazok a gyakorlatok is, csak másabb ismétlésszámtartományba. Utolsó gyakorlatként ez a térudas evezés, ez kicsit egókiller lehet, de próbálunk törekedni itt is a tökéletes lapocka mozgásra. Utolsó gyakorlat egy hátsó vál gyakorlat lesz. Alapvetően a reverse pec deck szokott szerepelni a tervemben, ugye a tárogatógép fordítva, mint hátsó vál gyakorlat, vagy ugyanígy csigán végezve a keresztbehúzás, és nemrégiben elkezdtem csinálni ebből a hátsó válból egy egykezes variációt, következőképpen néz ki, beállítod a csigát, nagyjából a felkar ebben a szögben fog távolodni, próbálod a lapockától külön mozgatni a felkart, ez a hátsó vál gyakorlatoknál kulcsfontosságú, és enyhén a törzsedben be is fordulhatsz egy picit.
nem lesz a leghatékonyabb gyakorlat, ugye nyilvánvalóan nincs olyan stabil támasz, mint az ülő gyakorlatoknál. Én most élvezem, egy darabit csinálom, és majd, hogyha úgy érzem, hogy a progressziót nem tudom tovább folytatni, nem tudok súlyba, ismétlésbe emelni, nem érzem már effektív olyan hatékonynak a gyakorlatot, ki fogom cserélni. Én most jól érzem, megvan a pump a hátsó vállamba. Mondhatni, hogy jól is fejlődik a hátsó váll, szóval olyan nagy jelentőséget nem tulajdonítok neki, mint például alapvetően ugye a széles hát gyakorlatoknak, meg a mell gyakorlatoknak. Ezt most élvezem, csinálom, kipróbálom, adok neki időt, minden gyakorlatnál érdemes adni neki jó pár hetet, akár hónapot is. Lehet, hogy menet közben jövök rá olyan módosításokra, vagy kapok az edzőmtől olyan módosításokat videók alapján, ami megoldja ezt a problémát. De egyébként még ide is tudnék behozni egy padot, amire úgymond rátérdelek, neki támaszkodok a háttámlának, és sokkal stabilabban tudnám végezni. Én most simán így támasz nélkül végzem. Egyelőre jó. Időközben felszabadult a pegdegép, úgyhogy ezzel fejeztem be az edzést. Összességében nagyon frankó edzés volt, 2 darab nehéz munkasorozat volt minden gyakorlatban. Jól tudtam progresszálni a súlyokat is, valahol csak ténylegesen ez a 2,5-5 kilós emelés, valahol csak egy-egy ismétlés, vagy egy fél ismétlés. De jó volt, élveztem, jól elfáradtam. Push-pull leg rotációmban úgy néz most ki a felosztás, hogy a pull nap, úgymond a kezdőnap. Úgy láttuk így a száraz izomtömeg alapján, ami meg lett a diéta végére, ugye, hogy a hátamon nagyon sokat kell hozni, a mell az hál' Istennek nagyon jött, és most a hát kar van fókuszba. Úgy néz ki a felosztásom, hogy pull, itt ugye a hát, hátsóvál, push edzés, itt mellvál, és utána jön a lábedzés, amiben van egy olyan csavar, hogy ott edzek kart is. Lehet azt mondani, hogy everyday is Monday, mert minden edzésen kapnak, mind a biceps, mind a triceps, ugye a nyomásoknál, húzásoknál is kap, plusz még külön le van edzve a lábedzés előtt, vagy a lábedzés után, attól függően, hogy milyen gyakorlattal indítom a lábedzést. És hogy így néz ki, pull push leg, 3 edzés, egy napi, ez az új felosztásom, ezt támogattuk meg a coachommal, és hát ja, kőkemény építkezésben vagyunk, izomtömegnövelésben, formát még úgy gondolom elég jól, tudom tartani, 103,5 kg vagyok, egy gyomorra, viszonylag alacsonyabb testzsír százalék, úgyhogy nem szállt el a súlyom, aminek nagyon örülök. A célok pedig még úgymond halványak, 2026 tavasz az, amit reálisnak tartunk, hogy akkor fogok visszatérni, jóval nagyobb izomtömeggel, jóval komolyabb kondícióval, és az már nem bemutatkozás lesz. Ennyi. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót.